Írók és Szerelmek című műsorunk Ady Endréről szóló fejezetének utolsó részéhez érkeztünk. Ugye emlékeznek még Breitner Jankára, azaz Fehér Dezső nére, ő ismertette össze Brüll Adélt Ady Endrével. Breitner Janka kétszer játszott fontos szerepet Ady Endre szerelmi életében, el is mondom, hogy még miben, pontosabban a Csinszka és az Ady Endre közötti szerelem kibontakozásában, ugyanis ő küldte el Csucsára, hogy látogassa meg a kislányt. Ezúttal tehát Bonca Berta és Ady Endre szerelmi történeteit járjuk körbe, tartsanak velünk! Levelezéssel indult, ez nagyjából úgy, ahogy ezt ma egy rockstárnak, egy fiatal bakfis ír egy levelet, és megírja, hogy mennyire tetszik neki a működése, esetleg küld egy fényképet is, hogy ezt dedikálja neki. Tulajdonképpen így, ja, és hát természetesen még Csinszka azzal is megfejelt, hogy elküldte saját versét Adinak, ezzel is jelezvén, hogy benne is művészi hajlamok tombolnak. Hogy ez pontosan így történt-e, azt azért nem tudjuk, mert ez az első levél nem maradt fenn, tehát csak Csinszka visszaemlékezéséből tudjuk, hogy mit írt ebben a levélben, aminek érdekessége, hogy Lédát is megemlíti. Tehát kifejezetten arról szól a levél, hogy reméli, hogy a Léda vigyáz Ady Endrére. Bonca Bertával Ady először 1911. decemberében kezd el levelezni, pontosabban akkor válaszol először a fiatal, akkor még csak 16 esztendős Bonca Berta leveleire, tehát még Lédával együtt vannak. És Léda sorsszerűen, vagy nem tudom, asszony érzékkel megérzi ezt fel is rúja Adinak, pedig hát akkor ugye Bertuka még csak éppen a verseiről kér valamiféle véleményt Aditól. És tudjuk, hogy a két nagy szerelem között azért ott van egész sor nő, a kisnői csukák időszaka, vagy a különböző férjezett asszonyok időszaka, a különböző szanatóriumi rajongók időszaka. Szóval ebben az első válaszlevelében Ady azt írja Bonca Bertának, a későbbi Csinszkának, hogy jobb lesz, ha nem kultiválja túlságosan az érzéseit, mert a nagyszerű versekért gyalázatosan, sikertelen élettel fizetünk. És ez nagyon fontos Ady esetében, hogy mindig azt mondja, hogy az igazi versekért meg kell szenvedni. Az ő egész szerelmi története így végül is Lédával egy sikertörténetből, egy nagy szerelemből, egy szenvedéstörténetté is átmegy. Valójában a levél indítatása, az a fénykép, az a bizonyos híres Székely Adárféle fénykép, ez a könyöklős, amiről Csinszka azt állapítja meg, hogy hát ilyen szomorú és kiélt beteg emberről van szó, és hogy nem tudja, hogy élet, nem tudja, hogy valóságos személy a Léda, akihez írt Ady versekbe valójában Csinszka beleszeret, és azért kéri, hogy nagyon vigyázzon erre a költőre, őrizze meg őt a utókor számára, vagy a magyar emberek számára. Bonca Berta nevét a magyar irodalomtörténetben általában csak Csinszka néven találjuk meg. Nézzük, honnan is jött ez a Csinszka név. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert sok tévedés van ezzel kapcsolatban. Bölöni Györgynek köszönhetjük azt, hogy mindenki azt gondolja, hogy Ady nevezte el Csinszkát Csinszkának, de valójában nem így történt. Csinszka nevezte el Adit Csinszkinek, azt mondta egy alkalommal, hogy mivel Ady azzal kérkedett, hogy neki lengyel ősei vannak, hogy hát akkor én adok magának egy lengyel nevet, Csacsinszki, ugye a Csacsiból, és akkor így lett az Adiból Csinszki, és ennek viszonzásaképpen mondta Ady azt, hogy Csinszka. Az Ady és a Csinszka találkozása az első levélhez képest az 2 év. Hát addig nem találkoztak egyáltalán, csak leveleztek. Egy darab Svájcból leveleztek, aztán ugye meg Csucsát, de hogy Csinszka visszatér Csucsára, és a családi birtokra, és akkor onnan levelezgetnek Adival egyre sűrűbben, és egyre bensőségesebb levélváltás kezdődik meg közöttük. De azt tudni kell, hogy azért mindenképpen nyitott szemmel jártak a világba. Ugye Adinak közben kisnői csukák és egyéb kalandokon kívül föltűnik az Ady életében Dénes Zsófia, akinek megkéri a kezét, és 3 hétig a Dénes Zsófia Ady menyasszonyaként szerepelhet. Dénes Zsófia, ő tudott Csinszkának a leveleiről?
Hát a Dénes Zsófia szinte mindenről tudott, de hogy mikor tudott meg dolgokat, az pontosan nem. Mi azért tudjuk nehezen megmondani, mert a Dénes Zsófia nagyon sok könyvet írt erről az Adival való kapcsolatáról, és minél idősebb volt, annál inkább hazudott ezekben a könyvekben, tehát konfabulál, és méghozzá egyre rossz indulatúban, ezt hozzá kell tenni. Úgyhogy pontosan a Dénes Zsófia minden leírását az nagyon erős forráskritikával érdemes fogadni, mert az tulajdonképpen arra tette fel az életét, hogy az bizonyítsa be, hogy valójában ő neki kellett volna a Diendre felesége lenni. Tehát erről szólnak az ő könyvei. Tehát ő 3 hétig volt körülbelül Adinak a mennyasszonya, de az édesanyja az nem járult hozzá az Adival való házassághoz, és tulajdonképpen ellehetetleníti ezt a kapcsolatot. Ugye elutazik Párizsba, és aztán utána már nem is nagyon merül föl, sőt nem is merül fel, hogy Adi elvenni Sukhát. Viszont megmarad a barátság kettőjük között, és folyamatos a levelezés. De Csinszka részéről is van egy házassági ajánlat ebben az időben, hogy először még az Adi való levelezés idején Tabéri Géza az ő lovagja, szintén író, erdélyi író lett belőle a későbbiek folyamán, és hát egy ilyen érdekes, tulajdonképpen az is, hogy elsősorban levelezésen alapuló szerelem, ilyen kamasz szerelem alakult ki közöttük, ez párhuzamosan megy az Adi levelezéssel. Tehát ez egy, és még Svájcból, és aztán utána pedig egy Lám Béla nevezetű mérnök, az, akivel Csinszka, hát ilyen titokban el is jegyzik egymást. Az első találkozáskor Csinszka nem igazán azt kapta, amire számított. Adit ugyanis versei alapján alkotta meg magának, ami szöges ellentéte volt annak, amit kapott. Még mindig nem érezhette, hogy találkozással bebiztosította jövőjét, ezért Lám Bélának továbbra is biztató leveleket küldött, amik meghozták a gyümölcsüket, ugyanis a férfi eljegyezte. De hát aztán Adi föltűnése a színen az, ami ezt megakadályozza. Elég kiábrándító. Egy részeg, vagy pontosan egy másnapos, elhanyagolt külsejű költőt látni, aki jó későn beesik oda hozzájuk, mert egyébként elalszik a vonaton, és akkor vissza kell menni, szóval várnak rá hosszabb ideig, és akkor megérkezik egy ilyen tényleg egy nagyon lepukkant fráter, aki a nagyfagyar költő, vagy a zseni, akiben Csinszka szerelmes, a versei alapján, meg a fényképek alapján, és hát ahhoz képest egy roncs érkezik meg. Tehát ugye Csinszkának az a tragédiája, úgy tetszik, hogy ő a Léda versek költőjébe szerelmes. És ezért Lédát nagyon nagyra tartja. Tehát Lédára nem féltékeny, Lédát becsüli, anyannyira becsüli, hogy később az édesanyja fényképe mellé a Léda fényképét is kiteszi a hálószobájának a falára, amiből persze hát ilyen mindenféle pletykák keletkeznek, meg ilyen megszólások, hogy mégis milyen dolog. De ő nagyon tiszteli Lédát, Léda viszont nem hajlandó vele találkozni egész élete végéig, tehát a Léda viszont elutasít mindenféle kapcsolatot Adinak a későbbi szerelmeivel. Tehát a Zsukával ugyan találkozik egyszer, de nem tudja róla, hogy ő a Zsuka, és aztán utána, amikor megtudja, akkor már vele sászóba. Tehát a Léda az egy ilyen szempontból egy nehezebb eset. A Csinszka az érdeklődő, a Csinszka a fölkeresi Adinak az összes barátnőjét, szerelmét, Militát, Adát, Aranyt, Élit, mindenkivel, aki az Adi verset ír, Zsukával is hosszú ide keresztül jó viszonyban van, ami persze aztán után megromlik. És ő egészen másképp kezeli, tehát őt a kíváncsiság hajtja, a költő múzsái iránti kíváncsiság, nyilván összehasonlítja velük, vele magukat, összehasonlítja magát velük, és úgy gondolja, hogy ebből jól jön ebből az összehasonlításból, nem elsősorban talán külsőleg, hanem szellemileg mindenképpen. Azt gondolom, hogy Léda esetében is egy jó jön ki szellemének, amennyire a Léda leveleit ismerjük, hát a Csinszka levelei azok lényegesen magasabb intellektusról tanúskodnak. Adi 38 éves volt, amikor elvette a nálánál 17 évvel fiatalabb Csinszkát, de vajon mit szóltak ehhez a kortársak? Ez nem akkora nagyon nagy korkülönbség, a mai szemmel nézve nagyon nagy korkülönbség, tehát abban az időben az teljesen természetes volt, hogy javakorabeli férfiak
éppen, hogy fiatal nőket vesznek el feleségül. Fiatalabb korban mentek, házasodtak a nők abban az időben. De azért ez nem egy égbe kiáltó furcsaság abban az időben. Kiskorúnak számít egyébként Csinszka, tehát ez is okozza a bonyodalmat, hogy a Bocsa Miklós nem engedi hozzá. Ez egy szifiliszes, alkoholista, furcsa verseket író ember, ez nem akarja hozzáadni aláját. Ez egy igazi mézalliansznak számított, hiszen a Boncai nemesi család, hogy is mondjam, fontosabb, komolyabb nemesi család voltak, mint az Adiék, aki egy kis kurta nemes családnak a sarja volt. Szóval ekkor már mindenki tudott Ady Endrének a betegségéről? Hát az Ady betegsége az köztudott volt. A Bolca Miklós tudott volna, igen. Azt több leírásból lehet tudni, hogy ennek utána érdeklődött, alaposan utána érdeklődött, a Fekete Zongora című vers alapján megállapította, hogy az illető bolond, úgyhogy tehát egy extrém figura, és a vérbaj az bizony komoly problémát jelentett, sőt, onnan vagyunk biztosak benne, hogy tudott róla, hogy az egyik föltételén akarta szabni egyébként a házasságnak, hogy vizsgáltassa meg magát a orvossal, hogy vérbajos-e, amire Ady azt reagálta vissza, hogy vizsgáltassa meg akkor a Bonca Miklós is magát, hogy vérbajos-e, és hát ebből aztán utána nem lett barátság. Ady Endre súlyos betegsége ekkorra már köztudott volt, de vajon mit szólt ehhez Csinszka? Később tudjuk, hogy fél. Utólag tudjuk róla, mert elment és megvizsgáltatta magát egyébként két alkalommal is, már az Ady halála után, és az orvosi lehetek szerint nem volt vérbajos, tehát nem kapta el a vérbajt, aminek az az oka, hogy a Ady akkor már nem tudom, nem vagyok orvos, úgyhogy nem tudom, hogy hány stádiumban volt, de egy sokadik stádiumban volt, amikor állítólag a Lewis, tehát a vérbaj már nem fertőz. Tehát a Csinszkáról tudjuk, hogy nem volt vérbajos egyébként. Ady az egy nagyon beteges ember volt életének hát ebben a második szakaszában. Ne felejtsük, úgy beszélünk, hogy tudom, hogy öreg emberről, pedig hát 31 éves volt. Jól emlékszem, hogy a 39 szám, amikor meghal. Tehát még nincs 40 éves. És tehát a 30 javakorabeli férfiről van szó, akinek mindenféle problémája volt. Ez egyrészt ugye az alkoholfüggősége, a veronál függősége, ami hát ilyen kvázi kábítószerként használták abban az időben, súlyos, az alkohol mellett dohányzott, nagyon komoly módon, és ezen túl menni is mindenféle betegséget összeszedett, tehát itt az élete vége felé mindenféle bőrbaja volt, hát nyilván szenvedett a vérbajnak a különböző következményeit, gyomorbajai voltak, szóval nagyon beteges volt. Tehát ezért írták róla, aztán 60-i említi ezt, hogy az életének a Csinszka házassága az idő után az már csak betegápolás volt, és nem volt igazi házasság. És hát sajnos ez túl nem egyszerű betegápolásról van szó, tehát nem egy jó indulatú beteget kell elképzelni, hanem egy alkoholista beteget, akinek düromai vannak, hogyha nem jut megfelelő alkohol és erőt, és hát több leírás van, hogy csúcsán, amikor még ugye csúcsán élnek hosszú időn keresztül, mivel hogy a Bonca Miklós nem járul hozzá a házassághoz. Aztán miután mégiscsak elveszi Ady Csinszkát, akkor nem támogatjuk őket anyagilag, de csúcsán laknak, és hát ott, amikor éjszaka, a Csinszka eldugja a bort, és az Ady éjszaka fölébred és akar inni egy kis bort, mert muszáj neki, akkor nem találja, akkor düralmot kap, és lerángatja a Csinszkát a kocsmába, éjnek évadján, amit Csinszka úgy érlem, mint élete legszörnyűbb éjszakáját, hiszen ő mint ugye nemes kisasszony, nem járkál kocsmába, pláne nem éjszaka, és pláne nem részeg emberekkel, úgyhogy hiába a férjről van szó. Úgyhogy ez egy meglehetősen nehéz kapcsolat. Ady valószínűleg az az ember volt, akivel nagyon könnyű volt összeveszni, és nehéz volt együtt élni, együtt létezni. Tehát egy klasszikusan nehéz ember lehetett, nagy művész, de hát ez azzal járt, hogy az emberi kapcsolatai nem álltak túl szilárd alapon. Az említett második Ady önéletrajz 1913-ban úgy fejeződik be, már túl vagyunk a Lédaszerelmen, már túl vagyunk az elbocsátó szép üzeneten, hogy abban szó említést sem tesz Lédáról. Az első életrajzában még azt írja, hogy hát jött egy asszony, megfogta a kezemet, és meg sem állt velem Párizsig.
A 13-asban már nem ír ilyet, a 13-asban viszont leírja nagyon őszintén azt, hogy tulajdonképpen 1906-tól, tehát az új versektől kezdve évente megjelentetek egy verses kötetet, és bármennyire is szomorú, igazi otthonom nincsen. Igazi lakásom nincsen. Hotelszobák, albérletek, folyton úton levés. Az életem, ugye én ezért adtam ezt a címet a Valaki útra váltat, a Kiútkereső Ady Endre című albumnak, mert ha belegondolunk, akkor valaki, aki élete zenitjén van, egyetlen egy helyre mehet haza, a szülői házhoz, Érmincentre. Nagyváradon már nem, Budapesten már nem, Párizsban sehol nem találja a helyét, és majd az első igazi lakása az a Csinszkával való házasságkötés után történik, először Csucsán, aztán Budapesten a Verespálné utcában. Szóval mondhatjuk azt, hogy Csinszkánál talál némi otthonra. Csinszka biztosítja számára valóban az otthont, akkor már ugye nehéz időkben, háborús időkben, ugye el kell adni a Csucsai kastélyt, a Bonca kastélyt, aztán fölköltöznek Budapestre, akkor Ady egészségi állapota már nagyon erőteljesen leromlik, és hát a fiatal Bonca Berta az leginkább ápolónőként tart ki mellette. Csinszka maga is egy művészi lélek volt, verseket írt, rajzolt is, festett is, beleszeretett Ady verseibe, levelezni kezdett vele kamaszos hevülettel, Ady válaszolt neki, tulajdonképpen egy ilyen hihetetlen történetbe csöppent. És a művész, a nagy Ady valószínűleg jobban vonzotta, mint az a sok minden, ami ellene szólt. Ady Endre 1919. január 27-én 41 évesen végleg elaludt. Temetésén több tízezren rótták le kegyeletüket, majd kísérték utolsó útjára Kerepesi temetőig. A temetésen Csinszka ledobta a Léda által vitt koszorút Ady sírjáról, szimpla féltékenységből. Amikor aztán Léda halál, akkor illendőségből virágot küldött a nő sírjára, azt férjet nem engedte felrakni. Mindketten 1934-ben haltak meg a több mint 20 évnyi korkülönbség ellenére. Rülladél sírján pedig Ady Endre sorai olvashatóak.